Meglepett titeket az elején a Celjének a nyitott védekezése? Számítottunk rá, hiszen termetükből kifolyólag, hogyha hátulra maradtak volna a kezdetbe, elképzelt, hogy hátulra meg tudtuk volna őket lőni. Készültünk mind a két variációra, azon az első félidőben át tudtuk játszani, a második félidőben visszább zártak. Nem is taktikailag, hanem inkább befejezésben voltak problémák. Sok kapufás lövésünk volt, ami nem befele, hanem kifele pattant. Tehát csak a góllövésekkel volt probléma, taktikailag nem éreztem nagyon nagy problémát, úgyhogy azt gondolom, hogy végre szép nagy számú különbségű győzelem alakult ki. Ugye teljesen új dolgokat kezdtünk el ott az új évadban, és igazából ezt hozzá kellett mindenkinek szoknia, talán kivéve a spanyol játékosoknak, mert igazából ők ezt már gyakorolták, meg tudták, nekik talán egy kicsikével könnyebb dolg volt. Igazából nekünk a többi játékosnak egy kicsikét új volt, és igazából új ez a dolog, ehhez igaz, nekünk fel kell nőnünk, de igazából teljes bedobásra készültünk egész héten. Nyilván ugye idegesen készültünk, első BL meccs, ugye itthon is játszottunk, tehát ház előtt hál' Istennek, úgyhogy mindenki a maximálisat akarta nyújtani, és ez igazából úgy gondolom, hogy többnyire sikerült, de főleg az utolsó 5-10 percben. Kevés idő telt még el igazából, sok mindenbe kell javulni, mint támadásban, mint védekezése, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy erre a mai meccsre mindenképpen lehet alapozni, nem csak a negatívumokat ide, hanem a pozitívumokat ugyanúgy meg kell nézni videón, abból erőt meríteni és dolgozni tovább. Az eddigiekhez képest talán annyival jobb, hogy most tényleg azt lehet mondani, hogy hosszabb a kispadunk, ugyanis tényleg mindenki játszik, illetve játszott, és nagy valószínűséggel ez a rendszer, ez meg is fog maradni, és tényleg az megint egy pozitívum, hogy tényleg, hogy bárki, aki bejön csereként, az hozzá tud tenni. Ez a spanyol filozófia miben más, mint például, amit Mocsai Lajos képviselt és képvisel a válogatottnál? Mennyire nehéz nektek válogatott játékosoknak, úgymond ezt a kettőt párhuzamosan megtanulni idézőjelben? Hát igazából az a mentalitás, amit ők képviselnek, aztán egy kicsikét olyan nyugodtabb, olyan most mondok egy példát, olyan helyzetekben, amikor esetleg mondjuk az ellenfél kicsikét jön fel, vagy mondjuk olyan X körüli egy mérkőzés, akkor például most én azt éreztem, hogy nem volt az idegeskedés a csapaton belül, holott azért voltak technikai hibánk, de ez nyilván most ilyenkor előfordul, ugye, mert úgymond az elején vagyunk, de ettől függetlenül nem volt az idegeskedés csapatban, hanem nyugodtan tényleg mindig fölálltunk, mindig újra kezdtük a játékot, és igazából hozzá tudtunk tenni azok is, akik fönn voltak a pályán, utána ugye később is, akik bejöttek, és mindig szépen hozzá tudtunk tenni, fel tudtuk örülni igazából a csapatot, és tényleg mindenki all-time nagy kedvel játszott. Az MKV Veszprémet mindig az jellemezte, hogy egy igazi közösség volt. A játékosok nem csak csapattársak, barátok, hanem mintha egy család lenne. Ebben szerinted mennyire kezdenek beilleszkedni az új fiúk? Hát én szerintem elég hamar beilleszkedtek, ez elég gyorsan megtörtént, úgyhogy hoztak egy nagyon jó hangulatot, egy nagyon jó kedvet a csapatba, ami én gondolom, hogy erre a csapatra most nagyon ráfért, és szerintem legalábbis nagyon bízom benne, hogy ez látszik kifele is, úgyhogy beilleszkedésre én úgy vettem észre, hogy nem volt nehéz gond.